A Kiskörösi Kosárlabda Egyesület tagjai a nyáron sem tétlengedtek, hiszen a fiúk heti több alkalommal is összejártak edzeni a szabadidőparkban kialakított szabadtéri kosárlabda pályára. Teszteltük az új pályát, a lehetőségeket, és nagyon-nagyon jó dolgokat tudok csak beszámolni. Rengeteg új emberrel találkoztam, kosarazó családokkal beszélgettem, folyamatosan óvtuk a pályát, vigyáztunk a tisztaságára, takarítottunk, karbantartottunk, kihelyeztünk egy táblát is, szerettük volna, hogyha mindenki rendeltetésszerűen használja ezt a pályát. Dóka Márton elmondta, hogy elégedett a pálya minőségével, emellett az Egyesületnek köszönhetően tovább fejlődött a park területe. A társaság ugye elég aktív, hogyha ilyen közösségépítésről van szó, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy hasznára válik a városnak, hogyha ott az árok szélére állítunk egy úgymond ilyen paravánt, ugye szövőt drótból, meg oszlopokból tudtuk létrehozni, sokkal biztonságosabb lett a pálya, a gyerekek se esnek bele az árokba, meg a labda se gurul bele, ami egy nem utolsó szempont. Szeptembertől a sportcsarnokban is edzenek az Egyesület tagjai, azonban az edző elmondta, hogy egyre csökken a fiatalok jelenléte. Egy picit szívfájdalmam, hogy a fiatalság nagyon szétszaladt a nyáron. Nem csak én, hanem más sportágak, egyesületek vezetői is küzdenek ezzel a problémával, hogy ezt a 14-18 év közötti fiatal társaságot nagyon nehéz egyben tartani. Nagyon el vannak digitalizálódva, borzasztó, hogy mennyire nem partnerek abban, hogy nyáron is a labda közelében maradjanak. Az Egyesület célja, hogy a későbbiekben a kecskeméti kosarasokkal is együttműködjenek, valamint az ott dolgozó edzők segítségével lehetőséget biztosítsanak a játékosoknak.